Na jó, hát sziasztok! Itt vagyunk Ferenc barátommal. Sziasztok! Azért hívtam meg őt, hogy egy beszélgetős műsort, úgynevezett podcast műsort csináljunk. Az üzemanyag fogyasztásról, ugyanis tudni kell, hogy ő Közép-Európa legfukarabb embere. Van de benne igazság. Jó értelemben. Van benne igazság. És gyakorlatilag az autóban élsz, igaz? Igen, elég sokat autózok. Igen. Az életem egy hatoda. És az egyik hobbid az üzemanyag. Így van. Hát hobbi, mert hogy messzebb helyekre eljutok, így van. Az egy hatoda az életemnek, az ébrenlétemnek. Igen, hát figyelj, azt szeretném, hogy egy kicsit avasd meg minket, hogy először mondjuk azokban, amik a legáltalánosabbak, mit mindenki tudna, igen. Illetve hogy mik azok az apró fogások, amikkel lehet üzemanyagot spórolni, és most nem csak arra gondolok, hogy olcsón tankolsz. Értem. Nyilván az az egyik, hogy ne vegyük drágán az üzemanyagot, utána, meg ha már megvettük, akkor ugye úgy bánjunk vele, hogy minél tovább kitartson. Ez nyilván időbe telik, türelembe. Tehát tulajdonképpen az időnket áldozzuk fel azért, hogy, meg a mások idejét is, áldozzuk fel azért, hogy kevesebb üzemanyagból eljussunk A-ból B-be. És mondjál példát esetleg. Példa. Hát nekem egy olyan autóm van, ami egy kis busz, ami papírforma szerint ilyen 7 és fél körül fogyaszt. Dízeles. Dízel természetesen. És hát ilyen 5,2-re nyáron le lehet vinni a fogyasztását. És ehhez nem kell azért olyan extrém módon élni. A 90-es tempó még belefér. Autópályán is. Autópályán is, így van, így van. Hát, hogyha azt vesszük alapul, hogy egy utánfutóval már csak 80-nal lehet menni, jó, persze, az más kérdés, hogy kitartja be. És akkor ezekhez a kamionokhoz igazodt sebesség? Így van, így van. Körülbelül ennyivel mennek a kamionok, így van. Nyilván lesz olyan román kamionos, amelyik megelőz, meg bolgár, de ez nem aggaszt. Nem szoktak szidni azért, mert lassan jaj, vagy? Dehogy nem. Hát ezt is el kell tudni viselni. Hát tudom. Így mert van. Biztos sok nézünk magában, akkor te vagy most az, aki miatt én nem tudok haladni. Én vagyok. De autópályán végül is két csáv van, szóval meg így van, így van, az nem gond, így van. A kamionosoknak nehezebb, mondjuk nyilván, tehát hogyha szabályosan jön mögöttem, akkor nem ér utol. Nyilván nem is szabályosan jönnek. És akkor mondjuk, ugye, ha 90-nel mész, és felgyorsítanál 100-ra, igen, az mennyi üzemanyag többlet? Meglepő, de egyből 5,8 lett a fogyasztás. 5,2-ről 5,8-ra. És ha még tart, 130-ra mennél? Azt megmondom neked, ezt nem próbáltam. Jó, nyilván másabb egy kis busszal, meg mondjuk egy személyautóval. A légellenállás nagyon számít, tehát hogyha egy áramvonalasabb autónál ez nyilván nem lesz ekkora különbség, egy kis busznál azért jól kijön. Szerintem én úgy tippelem, hogy egy olyan 130-nál már azért az a, hát az a 7,5-8 lehet, hogy kellene neki, mert ugye a légen az hatványozottan Előfordulhat az is, hogy gumit is választasz, így. Igen, igen, most vettem idén nyáron pont új gumit. Egyébként, hogyha már itt tartunk, hogy ez a vezetési stílus ugye nem csak üzemanyagot spórol, hanem azért gumit is, mert a gumis azt mondta nekem, hogy olyan 40-50 ezeret fog körülbelül kibírni a nyári gumi. Ez egy olcsó Taurus gumi, de nagyon meg voltam vele elégedve, még egy defektem se volt vele, és 170 ezer kilométert sikerült menni vele, mire olyan 4 mm-re kopott körülbelül. 170 ezer kilométer. Tehát legalább a háromszorosát, majd nem a négyszorosát. Én azt gondolom, hogy a háromszorosát minimum tudja. Nyilván ehhez kanyarsebességet kell úgy választani, hogy ne három keréken kanyarodjak. Gyorsítások, lassítások, minél kevésbé dinamikusan, ezek nyüstölik a gumit. Városban? Milyen taktikákat lehet? Városban? Hát ott lehet szerintem a legtöbbet megspórolni, mert ugye akármilyen furán hangzik, de a fékezés kerül a legtöbb üzemanyagba. Mert ugye előbb-utóbb el szeretnénk jutni a célunkhoz, és ahhoz újra gyorsítani kell. Tehát, hogyha defenzíven vezet az ember, elkerüli amennyire tudja a fékezéseket, picit előre gondolkozik, jó kis buszból látni is 3-4 autót előre, akkor meg ha nagyjából úgy számolgatja az ember, hogyha a harmadik autó elé lelépett egy gyalogos, akkor valószínűleg nekem is fékeznem kell. És nyilván, ha nem, akkor fékezek, mikor már az előttem levő fékez. Hanem korábban. Így van, akkor már
azt az időt is Tehát megnyertem. gyakorlatilag megnöveled a követési Így van, így távolságodat, van, így van. és nem 40-re érkezel a helyszínre, Így és ott van, nullára így fékezel, van. hanem már Így korára van, így fékezel van, mondjuk 20-ra, pontosan. és mire odaérsz, már 20-szal alatt is Így lement. van, így van. Ugyanis, hogyha nem kell nullára megállnom, már az is tud üzemanyagot megtakarítani. Nyilván körülbelül, tehát ha most tényleg szigorúan laboratóriumi alapon nézzük, a körülbelül olyan 40-50 km per óránál van a mélypontja a fogyasztásnak. Tehát nyilván nem fog senki 40-50-nel menni, még én sem, de körülbelül ott lenne a mélypontja Tehát neki. 40-50 km per órával még kevesebbet fogyaszt, Így van, még 90-nel. Ettől is így van. De ha meg mondjuk már 40-től is lassabban megyek, akkor ugye már megint növekszik a fogyasztás. Tehát nem lehet a végtelenség ezt csinálni, mert átbillen. Ez meg abból adódik, mert ugye sokkal kisebb fokozatba kell menned, és egy bizonyos úthossz, az sokkal több főtengely fordulat lesz, és ugye a motornak is van ellenállás. Szüksége van arra, hogy ugye energiát emészt ahhoz, hogy önmaga is forogjon. És ugye ennek az aránya, ha növeled a sebességet, ugye fog csökkenni. Viszont nő a légellenállás is, van egy optimum, ez körülbelül én úgy gondolom, hogy ilyen 40-50-nél lehet. Így. Érzetre. Azt nem tudod, hogy mennyivel lehet kevesebb a fogyasztás, 40-50-nél, hát, annyival azért, 90-nél. Annyira azért én se vagyok mazoista, hogy végigmenjek mondjuk hát, egy tanküzemanyagot. Egy tanküzemanyagot, igen, hogy kipróbálj. Hogy ezt megtegyem, de csak satszolni tudom, szerintem azért ilyen 4,5 alá nem menne. Szerintem. Úgyhogy szerintem valahogy így lehet a katalógus adatok is valahogy ilyesmi formán vezetve lehet ennek közelébe hozni az autót, és ugye nyilván... Számít télen, nyáron? Számít bizony, hogy ne számítana. Sajnos számít, és azt gondoltam, hogy az számít legjobban, hogy a hidegindítás, hogy akkor dúsít, de az a tapasztalatom, hogy nem. Tehát ez hosszú utakon is megnöveli a fogyasztást, ami ugye a hidegindítások számát szinte mondjuk egy jut egy 500 km-es útra, akkor is megnöveli a fogyasztást. Ennek pedig de akár... télen? Télen. Télen többet fogyaszt az autó? Igen, télen többet. Nem tudom kiszámolni, hogy mennyi, mert ugye van állófűtésem, és szoktam használni. Tehát téli fogyasztást csak tippelni tudok. De szerintem ilyen 5,5-5,8-ra felkúszik. Egyszerűen nem gurul az autó. 10%. Így van. Így durván. Így van. Egyszerűen nem gurul az autó. Télen. Lehet, hogy a téli gumi miatt? A téli gumi is számít, így van. Az is... számít, de én azt gondolom, az a tapasztalatom, hogy talán inkább a csapágyaknak a gördülési ellenállása lesz. Annyi hát, van, hogy a jobb. Zsír egy kicsit bedermed, úgy van, és jobban úgy van, fékezi? Úgy van. Tehát annak egy 500 km-től csak be kéne melegednie. Szerintem nem Tehát melegszik fel annyira. Vissza is hűlik. Szerintem annyira nem melegszik fel. Tehát akármilyen hihetetlen, van olyan a szakasz. A lényeg, hogy télen többet fogyaszt a többet, kocsi, ezt fogadjuk és el. Pont. Ezt fogadjuk el. És a guminyomás számít még nagyon. Hát igen. Tehát, hogy minimum előírt guminyomással közlekedjünk. Hát egy-két tizeddel több, én azt gondolom, hogy nem olyan nagy baj, de az is káros, hogyha túl sok a nyomás. Ugye, akkor meg a futóművet tesszük tönkre, mert ugye minden kátyú egy segberúgás lesz. Igen. A futóműnek. És mi a véleményed ezekről az új start-stoppos autókról? Hú, hát nyilván ehhez van méretezve a önindító meg az akkumulátor is, de hát, ha lesz egy ilyen autóm, én biztos, hogy azzal fogom kezdeni, hogy kikapcsolom. Hát én hiszem. Az biztos. Engem biztosan zavarna. Jó, nekik azért kellett valószínűleg ezt beleépíteni, hogy a normákat normának betartsák, így megfeleljenek. van. Tehát az, hogy már a felhasználó ezt nem fogja használni, ő felteszi a kezét, és oké, ott van benne, ha akarod használod, nem. De egyébként az emberek többsége azt gondolja, hogy azzal a dinamikusabb vezetéssel, amit ő csinál, tehát nem valószínű, hogy reális képben vannak azzal, hogy mennyi időt takarít meg, és mennyi üzemanyagot pazarol el vele. És akkor ugye nem beszéltem a féknek a kopásáról, a motornak a plusz terelés, tehát az autónak is biztos, hogy tehát tovább tart. Jó, van akinek ez nem számít, aki mondjuk úgy, tehát annyit keres, hogy az ideje többet ér, jó, az hát ugye persze. Azt fogja csinálni, és az az ember helyesen is fogja azt csinálni, hogy nyomja neki faltól falig. Vagy egyszerűen lelkileg nem. Vagy lelkileg képtelen nem rá, képtelen így van, úgy van, úgy van. Na, hát erre azért kevesen képesek, így van. Igen. Erre azért kevesen Van, hogy csak azért megelőznek engem, pedig én nem vezetek annyira lassan, mint igen, el. Igen.
Megelőzés előttem előttem megy. Persze. Csak hogy ne legyen mögöttem, így mert van, így zavarja. van, így van, így van. De ezt az embert az is zavarja, nem csak hogyha előtte mész, a mész mögötte is. Lehet, ezt tehát azt meg gyorsításra tudod csarkalni. De én is tartok egy akkora költési távolságot, hogy ne kelljen nagyon koncentrálnom. Persze, arra, így van, hogyha így ő hirtelen elkezd így fékezni, van, akkor így van. Nekem is na ez is, egy, na ez is egy fontos dolog, a követési távolság, mind a mellett, hogy ugye miért jó betartani a biztonság szempontjából. Ha egy picivel nagyobb követési távolságot tartasz, mondjuk ha be akar balra előtted kanyarodni, akkor nem kell állóra fékezned mögötte az autót, tehát nem kell minden másodpercét lekövetned, igen, hanem rá tudsz egy picit közelíteni, mire ő bekanyarodik, és szinte alig kell épp elvenni a gázt. De fékezni minden esetre lehetőleg neked, hát nem lehetőleg csak elvenni így a van, gázt. Így van. Ami, amit még úgy másképp gondoltam, mint a szakik, ugye mindig azt hangoztatják, hogy a motorfék, hogy az elveszi az alapjárati üzemanyagot is, és hogy ez milyen jó. Igen, ez akkor igaz, hogyha a lejtőnek az alján fékezés következik. Az akkor tényleg igaz. Viszont, ha ugye mi olyan helyen lakunk, a város szélén nekünk van egy nagy lejtő, a hármas főútról, és ugye ha innen érkezik az ember és tovább megy a városba, akkor lehet, hogy érdemes kigurítani egy kicsit az autót, mert ha azzal szembenézed, aki mondjuk motorfékkel jön, mert így tanították neki a szakik, akkor ő a lejtő alján már gázt fog adni. Az első sík méternél gázt fog adni. Igen. Én meg ott még gurulok. Szerintem, ha van rá lehetőség kigurítani, akkor érdemes gurítani. Nyilván, ha jeges az út, nem fogom gurítani, tehát vannak azért korlátozó tényezők, ha mondjuk felgyorsulnék a város széléig 120-ra, akkor sem fogom gurítani, de érdemes. Körülbelül nekem eddig voltak azok az ötleteim, amiket én is úgy nagyjából tudtam, hogy üzemanyagfogyasztás szempontjából ezeket érdemes betartani, de vannak még biztos. Vannak a tarsajaim, vannak még biztos, biztos, ugye nekem titkai. Sőt minden egyből eszembe. Talán ha ezeket betartjuk, akkor meglepően sokat meg lehet vele takarítani. Például parkolni autóval, és beültünk, hogy indulunk valahova, és csak ültél és nem indítottál. Így van. Kérdeztem, hogy miért nem indulunk? Hát piros a lámpa. Így van. Majd akkor indítok, ha már mehetek. Így van, így van, így van, amikor már mehetek. És ez is egy trükk, jó, ezekkel nüanszokat lehet megtakarítani. Igen, de most éppen de miért adottam, ne? Hogy így van, nem a legáltalánosabbakra gondolok, hanem értem, arra, hogy így van, ezzel is lehet. Nyilván ugye ez mindig egy kritikus pont, hogy vasúti átjárónál, pirosnál ugye leállítsuk el az autót. Nyilván a start-stopnál is azért kapcsolnám ki, mert nem akarom, hogy leálljon a motor. Mert mondjuk fél percél nem biztos, hogy leállítanám. Hát én nekem még azt tanították, hogy egy perc rövidebb ideig nem érdemes az autót leállítani, mert az induláskor többet veszünk, mint a leállítással nyerünk. Hogy ez a régi ladákra vonatkozott el, és az újabb autóknál ezek leginkább arra. Igen, valószínűleg ez már lecsökkent ez a idő, ahol megtérül leállítani, de itt ugye nem csak azt kell figyelembe venni, hogy mit teszik meg az autó, hanem ugye, hogy mit használsz közben. Ugye nyilván az önindítód, akkumulátort, így van, hamarabb fog tönkre menni, és ennek is lesz egy költsége. Meg ez nyilván szubjektív, tehát mindenki máshol húzza meg ezt a határt. Egy vasúti átjárónál, ha látom, hogy előttem csukódik le a sorompó, akkor leállítom. Ha úgy érek oda, akkor akár 10 másodperc múlva is jöhet a vonat, és akkor fölösleges leállítani, vagy akár 2 perc múlva is. Mérlegelni. Igen, mérlegelni kell. Jó, hát ez most csak így elmondva hangzik ilyen szőrszál hasogatónak, hogyha az embernek rááll ugye a figyelme, ha megszakod, akkor nem kell, is figyelsz, nem rá kell ebben csinálok. Energiát ölni, így van. Nem is tudom, mivel lehet még az ennek kívül üzemanyagot spórolni. Hát nyilván ugye... Azt tudom, hogy te leszoktad tankolni a kocsit, mielőtt megemelik az árát, figyelhet. Így van, persze, ezekkel is lehet, így van, így van, így van. Tehát ezekkel is lehet, ha nem is üzemanyagot, de pénzt megtakarítani. Nyilván, hogyha azt vesszük, hogy ilyen 5000-ért tele mindig, tehát így tankol valaki, hogy így 5000-ért tele, akkor ugye többször kell beállnia a kútra, az is pénzbe kerül. Cipelni az üzemanyagot megint pénzbe kerül, tehát itt megint egy, na melyik a több?
hogy most nehezebb az autóm, nyilván nekem 2 tonna fölött van a kisbusz, majdnem 100 liter a tankja, nem valószínű, hogy olyan nagy plusz fogyasztást eredményez, hogy benne van az üzemanyag, de ugye nyilván az se lenne sok, hogyha mondjuk 500 kilométerenként gurulnék be tankolni, nem 1500 km. Na és most készülsz valami hosszabb útra? Hát készülök, igen, mert Olaszországba jó lenne kimenni, minden évben. Szlovénián? Nem lehet? Szlovénia? Azt pont nem tudom, de Ausztria és Olaszország zöld, tehát oda lehetne menni. Esetleg annak tipp, aki oda készül, hogy elég drága ott az üzemanyag. Tehát Olaszországban? Olaszországban nagyon drága. Ott kerülni kell a tankolást. És ott melyik részére mész? Lignano, Sabbiadoro. Ez kilométerben? Neked arra? Hát innen olyan... Igen, mert Szlovénia fele rövidebb egy 15-tel. Igen. Viszont drágább az útdíj. 15 euró az útdíj, ugye nekem 30 a kis buszra, és hogyha mondjuk valaki nem egy hétre megy, hanem mondjuk 8-10 napra, ugye akkor kettőt, így van, és kettőt kell venni. Az osztrák matrica meg 10 napos, és 9,4 euró, és nem kell felárat fizetni a kis buszra. És akkor ez mondjuk 1000 kilométer oda, vagy nincs annyi? Nincs annyi, nincs egy annyi. Olyan Gyöngyöstől egy olyan 7-30, 7-40. Ez tényleg nem sok. Nem vészes. És igazából... Oda-vissza mondjuk 1005. Oda-vissza 1005-ből megvan, így van. És ez forintban mennyire jön ki? Forintban. Hát nyilván nem csak az üzemanyag fogyasztást kell számolni. Hanem, hogy mennyibe kerül az üzemanyag. Így van. Hozzávetőleg. Hozzávetőleg én azt mondom, hogy körülbelül 30 forint nekem az önköltségem egy kilométerre. Van egy nagyon jó... Akkor ez 45 ezer forintot jelent? Durván 40. És 9 személyes a kocsit. Igen, az utas kilométerem egész jó. Durván 5000 forint per föl. Így van. Oda-vissza. Így van. Matricával együtt. Így van. Ez bajnok. Az... Igen. Az jó. De egyébként tudok ajánlani egy... A kiszámoló blognak a bloggere, valamilyen Miklósnak hívják, ő csinált egy nagyon jó ilyen autós költségvető oldalt. Be kell írni adatokat, mindenféle dolgot kérdez, és akkor végén kidobja, hogy mennyibe van az autód egy hónapban, mennyibe van egy kilométered, nyilván ilyen szerviz, költség, parkolási díjak, ilyeneket kell megadni neki, egy 20 percet, aki rászán, elég érdekes adatok jönnek ki. Na, majd lehet, hogy én is beteszik a leírásba a linket, hát ha valaki... Tedd be a leírásba, szerintem ez egy nagyon jó dolog, és meglepi az embereket, mert ugye nem számolunk utána. Én gondoltam, hogy nagyjából azért reálisan látom, és még én is mínuszba tévedtem. Igen? Igen. Tehát én egy olyan 50 ezer forintra satszoltam a havi költségemet az autóra, és majdnem 70 lett. Igen. A kilométert azt eltaláltam, mert ilyen 30 forintot satszoltam, és azt hiszem, hogy 31 forint lett. Akkor az az éves fenntartási költsége az autónak. A havi fenntartási havi. Hát költsége is, igen, az egész nálad töltött időre vetítve. Úgyhogy... Nyilván, hát igen. Ha nem jó adatokat adunk, meg csak legyintünk dolgokra, akkor becsapjuk magunkat. Úgy lehet szépíteni a költségeken, csak nem biztos, hogy érdemes. Tehát még a tény, igen, így van, így van. Hát jó, akkor jó utat kívánok meg a Lignanóba. Köszönöm, úgy legyen. Lehet, hogy még fogunk beszélgetni, majd meglátjuk. Meglátjuk a fogadtatást. Igen. Ti pedig köszönöm, hogy megnéztétek a videót, iratkozzatok fel. Sziasztok!